színpadra, mert mi a Kultúrotthonban szoktuk meg a próbát. Mondtam, igen, ideje, most már 4 éves és 6 évesek vagytok, ideje, hogy már nagy színpadra fellépjetek, hogy azt, amit tanultatok, megmutassátok a felnőtteknek és a nagy közönségnek. Első alkalommal szervezünk ilyen, ezért önöktől az elnézésüket kérem, hogy nem minden tökéletes szervezés szempontjából. Mikor vonultunk a Kultúrotthontól az iskola udvaráig, végignéztem, hogy több mint 150 székelyruhás gyerek van. Hát hogy ne lenne dicsőség egy ilyen településnek, ahol fele arányban laknak románok, fele arányban magyarok. A 10 000 lakosból, hogyha ennyi székelyruhás gyerek felvonul, ez egy dicsőség szerintünk, a polgármesternek pedig egy büszkeség, hogy ilyen létezik. Annál inkább, és ezt főleg a vendégeink számára mondom, hogy Maros-Szentgyörgy nem egy hagyományőrző település. Nem egy olyan község, amely úgy félreesik, és a gyökereiből kiindulva régi néptánccsoportok voltak, illetve vannak. Nem, egy nagyon vegyes település, többnyire beköltözött családok laknak itt, akik nem ismerik a régi hagyományt. Ezért én azt mondom, hogy nagy dicsőség számunkra, hogy ennyi székelyruhás gyereket fel tudtunk ma vonultatni. Szóljon nekik még egy taps! És igen, láttuk, az óvodás gyerekek még alig tudnak totyogni. Nem baj, értékelni kell azt, hogy időt szánnak erre, hogy a szülők megharcolják és elviszik őket, értékelni kell a 2 táncmestert, aki motiválni tudja őket, hogy jöjjenek próbára, ne otthon maradjanak Minimaxot nézni, értékelni kell azt, hogy időt töltenek otthon is, mert a gyerekeim is otthon is fognak neki ketten táncolni. Úgyhogy én azt hiszem, hogyha első alkalommal megszerveztük, és önök ilyen szép arányban, ilyen nagy számban megjelentek, ezáltal jelezve azt, hogy érdemes ilyen szervezni, megmerem önöknek ígérni, hogy ezentúl minden évben megszervezzük a Magyar Néptánc Fesztivált. Persze, önök is egyetértenek. Jó, hát akkor azt veszük, hogy a taps azt jelentette, hogy egyöntetően megszavaztuk, még a nagyváradiak is tapsolnak, hát akkor köszönjük szépen. Jó, és akkor engedjék meg most, hogy nagy szeretettel köszöntsem a vendégeinket. Ugyanis 14 éve működő testvérkapcsolatunk van Zala-Szentgyörggyel. Köszöntöm a Zala-Szentgyörgyieket, akik ezúttal is egy néptánc csoporttal érkeztek ide, 20 személy, és közöttük van Zala-Szentgyörgy polgármestere, Kovács Dezső. Szeretettel köszöntöm. Régóta ismerjük egymást, régi baráti kapcsolat fűz Zala-Szentgyörgyhöz. Minden évben meglátogatnak, mi is meglátogatjuk őket, ők is jönnek táncolni, mi is megyünk táncolni. Értékelem, hogy igen, Zala-Szentgyörgyön ilyen a polgármesteri ruha, nem? Szép népviseletbe jöttek, megérdemel egy tapsot. Milyen szép polgármesterük van, igen. És mivel nem sokára ők fognak táncolni, én is kíváncsi vagyok, hogy tud egy polgármester táncolni, ezt már csak azért mondom, hogy fokozzam az izgalmát, mert azt mondták, hogy nem izgatják magukat, ennél jobban már nem lehet táncolni. Ez a bátorítás helyett volt. Szimbolikusan egy ajándékot szeretnék átnyújtani nekik, polgármesterüknek, bátorítva ezáltal, hogy ez a kapcsolat továbbra is ilyen élő maradjon, ilyen bensőséges maradjon, és olyan értékes gyümölcsök szülessenek, mint amilyenek eddig is születtek. Barátok közötti jó kapcsolatok, családok közötti jó kapcsolatok, tánccsoportok közötti jó kapcsolatok, a polgármesteri hivatal és a polgármesterek közötti jó kapcsolatok, amit tovább vittünk iskolai szintre, meg más szintekre is. A szimbolikus ajándék pedig, a kis ajándék, a kisebbik fából van faragva, és itt Szentgyörgyön, szentgyörgyiek kőművesék faragták a Tófalgy utcában. Itt is vannak, meg is tapsolhatjuk őket ott, kék pólóban. Fából van faragva, ez egy olyan szobrocska, hogy egy székely legényt ábrázol, aki harcra kész.
Én azt hiszem, hogy itt Maros-Szentgyörgyön is harcra készek kell legyünk, de nem valakikkel vagy valakivel szemben, hanem a fennmaradásunkért megtett vagy megtentő harcban kell készek legyünk, és úgy érzem, hogy a Maros-Szentgyörgyiek nem egy alkalommal bebizonyították, hogy bármikor, amikor összefogásra van szükség, harcra készek. Ezt az üzenetet próbáljuk átadni Zala-Szentgyörgynek is, hogy bármire készek vagyunk, ha kell a 10 000-ből 5 000 ember átmegy Zala-Szentgyörgyre a falunapokra, ha kell 10 tánccsoportra válaszolunk a meghívásotokra, úgyhogy fogadjátok szeretettel, harcias, de annál nagyobb szeretet, kedve. És a nagyobbik ajándék ugyancsak fából faragott, személyesen a cégnek a tulajdonosa faragta ki az éjszaka, hogy meglegyen a mai napra. Lehet, hogy távolról nem látszik, de két angyal, hát öleli egymást nagy szeretettel. Aki nem ismeri, ez egy bejárati ajtó fölé elhelyezendő dísz, fa dísz. A két angyal, aki öleli egymást, pedig azt jelenti, hogy a két település között megvan ez a bensőséges kapcsolat. Alatta pedig annyit ír, Isten áldása kísérjen. Mi azt kívánjuk, hogy bárhová mentek, de főleg, hogyha Maros-Szentgyörgyre jöztök, majd innen, hogyha eltávoztok, mindig Isten áldása kísérjen. Hajrá Zala-Szentgyörgy, hajrá Maros-Szentgyörgy, és hajrá a két település közötti kapcsolat. Persze, Kovács Dezső polgármester azt mondta, ezt nem tudja szó nélkül hagyni, úgyhogy átadom egy pár pillanatra a mikrofon. Bátorítsuk tapsal, nem szégyeli ő magát, de jól leszik neki. Köszönöm szépen a kedves meghívást, és a polgármester úr megkért, hogy most körülbelül 45 percben mutassam be a településünket, mert annyira rövid a műsorunk, amivel föllépünk önök előtt. Ez nem komoly, ez vicc volt. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Ma én itt most a Zala-Szentgyörgyiek nevébe állok önök előtt. Nem is olyan régen megfogalmaztuk Zala-Szentgyörgyön, mi az Zala-Szentgyörgyinek lenni. Zala-Szentgyörgyinek lenni az nem egy állapot. Zala-Szentgyörgyinek lenni az egy élmény és élmények gyűjteménye. Én ma azt mondom, hogy Maros-Szentgyörgyinek lenni az sem egy állapot, Maros-Szentgyörgyinek lenni az egy érzés és élmények gyűjteménye. Az, hogy mi 14 éve valóban mindig együtt ünnepelünk önökkel, a kapcsolatainkat szélesítjük, és nem csak önkormányzati, személyes, baráti és családi kapcsolatokban, hanem most már művészeti, sport és kulturális területen is. Kodály Zoltán azt mondta, annyira kevesen vagyunk, hogy nem engedhetjük meg magunknak a műveletlenség luxusát. Mi ma önöknek ide Maros-Szentgyörgyre egy rábaközi néptáncot hoztunk, és megkérem, fogadják olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel, tisztelettel és buzgó készüléssel hoztuk önöknek. Köszönjük szépen a meghívást, legyenek büszkék arra, hogy ilyen csodálatos fellépőkkel, programokkal színesített Szentgyörgy napokat ülhetnek, ilyen szép búcsújuk van, legyenek arra büszkék, hogy ilyen remek polgármesterük van. És képviselőik, akik a falu Maros-Szentgyörgy javáért dolgoznak és az épüléséért tesznek. Köszönjük szépen még egyszer. Kívánom azt, hogy az Zala-Szentgyörgyi, Maros-Szentgyörgyi testvértelepülési kapcsolat tovább szélesedjen, és nagyon sok évtizeden keresztül sok élmény nyújtson nekünk is, és önöknek is. A mai alkalomra mi is hoztunk ajándékot az önkormányzat részére. Zala-Szentgyörgyön most már 8 éve minden évben nemzetközi művésztelep szerveződik,
ahol már maroszentgyörgyi művészek is állítottak ki az Zala-Szentgyörgyi Kultúrházban, és ezen a művésztelepen készült egy zala-szentgyörgyi részletet ábrázoló képet hoztunk az önkormányzatnak nagy szeretettel ajándékba. És készültünk egy kis ajándékkal a Táltos tánccsoport részére is, akivel most már 2 éve működik együtt az Zala-Szentgyörgyi Néptánc Együttes. Első éven itt Maros megyében vettünk részt egy néptánc hétvégén, az idei évben pedig a maroszentgyörgyi fiatalok jártak Zala-Szentgyörgyön, és szintén egy néptánc hétvégén tanultunk lépéseket, táncokat és egy koreográfiát, amit most nagy szeretettel nyújtunk át önöknek. Ebből az alkalomból hoztunk a Maroszentgyörgyi Néptánc Együttesnek ajándékokat, amiket zalaszentgyörgyiek készítettek őnekik. Ezen kívül a Néptánc Együttesünkbe kávásiak is fellépnek, és az egyik ilyen kis ajándékot kávásiak által termelt, az Ekelaci által a Szőlőhegyen termelt borral töltöttük meg. Fogadják sok szeretettel! És még mielőtt a Zala-Szentgyörgyi, Maros-Szentgyörgyi vegyes tánccsoport elkezdené a táncot ropni a színpadon, engedjék meg, hogyha már testvértelepülésekről esett szó, hogy köszöntsem egy frissebb, egy újabb testvértelepülésünk küldöttségét, akik nem máshonnan, mint Jászberényből érkeztek. Az első sorban ülnek, meg is tapsolhatjuk őket, Jászberényi küldöttség. Igen, fel lehet állni. Nagy szeretettel köszöntjük. Egy pár szót erről a kapcsolatról. Nagyon sok éve működik a maroszentgyörgyi Solideo Gloria kórus és a Jászberényi egykor Vasas, most Dériné vegyeskar között bensőséges kapcsolat. Nagyon sokszor jártak itt a jászberényiek énekelni, mi is voltunk ott, és úgy döntöttünk 2 évvel ezelőtt, sarkalva attól a szeretettől, hogyha már a kórusok között ilyen jó kapcsolat van, emeljük ezt a kapcsolatot az önkormányzatok szintjére, hogy testvértelepülési kapcsolatot hozunk létre. 2 évvel ezelőtt sikerült is, aláírtuk, azóta jó kapcsolatot tartunk fenn a jászberényekkel. Azért köszöntöm őket nagy szeretettel, mert első alkalommal jöttek a Szentgyörgy napokra, és külön köszöntöm Jászberény város polgármesterét, dr. Szabó Tamást, akit ezenem felkérek a színpadra. Hogyha Zala-Szentgyörgy és Maros-Szentgyörgy között 800 km a különbség, Zala-Szentgyörgyön körülbelül 400-an élnek, Maros-Szentgyörgyön körülbelül 10 000-en, mi vagyunk a nagy testvér, de a szeretet egyenrangú. Jászberény és Maros-Szentgyörgy között viszont van egy kis különbség, ugyanis Jászberénynek több mint 30 000 lakosa van. Isten hozta polgármesterünk. Pontosabban 27 000, ez esetben mi vagyunk a kistestvér, de ugyanolyan bensőséges kapcsolat alakult ki a 2 év alatt, aminek nagyon örülünk. Dr. Szabó Tamás polgármester urat elkísérte egy küldöttség, és azért illeti még egy taps őket, mert itt van a, még nem mondtam el, itt van a Jászsági Népi Tánccsoportnak az alapító tagja, Szűcs Gábor és felesége, illetve Pap Imre, aki jó sok-sok-sok évvel ezelőtt alapította a néptánccsoportot.
Azért fontos ezt tudni, mert aki nézte a televíziót, már pedig Maros-Szentgyörgyön nézik, és főleg a magyar adókat, azok megtudhatták, hogy az idén a Jászberényi Néptánccsoport nyerte meg a Felszállotta Páva Néptánc vetélkedő. Gratulálunk! Őket egy tévéstáb is elkísérte, ugyanis filmezik, mi történik Erdélyben. Pár nappal ezelőtt átutaztak Maros-Szentgyörgyön, két napig vendégeink lehettek, megígérték, hogy szombat délután visszajönnek erre a Néptánc Fesztiválra, hogy megcsodálják, mi történik Maros-Szentgyörgyön. Tudjuk, hogy még kezdőcipőben járunk, tudjuk azt, hogy nem fogják kritikus szemmel nézni. Láttam, hogy a legjobban ők tapsolnak itt az első sorban, valószínűleg tudják, hogy filmezzük őket és fotózzuk. Köszönjük, hogy ilyen kedvesek, és ne nézzék kritikus szemmel az ezután következő táncosokat sem. Kezdők vagyunk, de bízunk benne, hogy jövőben mi nyerjük meg a Felszállotta Páva, Strutz, meg mindenféle fesztivált. Mi a Maros-Szentgyörgyiek. És az Alaszentgyörgyiekkel együtt persze, vegyesen. És akkor engedjék meg, mielőtt a táncnak átadnánk a helyet, hogy a dr. Szabó Tamás polgármester úrnak is adjunk át ajándékot, ugyanazok a szimbólumok, amelyekkel azt szeretnénk jelképezni, hogy ugyanolyan bizalommal, nyitottsággal viszonyulunk ehhez a kapcsolathoz, a harciasságunk az itteni gyökereinkből adódik, a két angyal közti szeretet pedig a két testvér település közötti szeretetet ábrázolja, Jászberény küldöttségét is Isten áldja. Köszönöm szépen, polgármester úr! És persze dr. Szamó Tamás polgármester is egy pár szót szeretne szólni a Maros-Szentgyörgyiekhez. Nagyon szépen köszönöm, tisztelettel köszöntöm a Maros-Szentgyörgyieket, tisztelettel köszöntöm magyarországi testvértelepülés jelenlévő delegációját. Mielőtt még azt a rossz érzést kelteném magunkkal kapcsolatban, hogy itt most nagy melegben sokan állnak, és ennek ellenére itt valami hosszas szónoklatot tartanék, nem erről lesz szó. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk ezzel a kis csoportunkkal ezen a nagy, a település legnagyobb ünnepén. Ígérem, hogy a következőkben népesebb létszámmal és szándékaink szerint akár táncosokkal fogunk megjelenni. Illetve azt is szeretném mondani, hogy az elkövetkezőben a magunk részéről, és ezt gondolom mondhatom a Jászság Népi Együttes vezetésének a nevében is, hogy mindent meg fogunk tenni abból a célból, hogy még inkább és még művésziebb és még magasabb színvonalú produkciók szülessenek ezen a színpadon. És befejezésül engedje meg polgármester úr, engedjék meg önök mindnyájan, mert az, amit szeretnék átadni, átnyújtani, az a település minden lakosának szól. Jászberénynek a nyári időben, júniusban, augusztusban és szeptemberben három olyan nagy rendezvénye lesz, amely országos jelentőségi rendezvény, Jászvilág találkozót, Csángó Fesztivált, illetve városnapokat tartunk mi is, és szeretném erre a rendezvényre polgármester úrat, polgármester úrral a képviselőtestet, és azon keresztül a város lakóit is meginvitálni, legyenek vendégeink. Ezt a meghívó mappát hoztam és adnám át polgármester úrnak, és kívánok mindenkinek nagyon szép további szentgyörgyi napokat, érezzék jól magukat, és bocsássák meg nekünk, hogy rövid idő múlva el kell indulnunk, mert ahogy itt szó volt róla, egy erdélyi körúton vagyunk, elég feszes programokkal, és még a mai napon Kolozsvár mellé meg kell érkeznünk, de ez önöket biztos nem fogja különösebben zavarni. Kívánok mindenkinek még egyszer nagyon jó szórakozást! Köszönjük szépen! És akkor legyen most a táncosoké, a hely következik a Maros-Szentgyörgyi táltos tánccsoport és a Zala-Szentgyörgyi tánccsoport. Sok sikert, bátorítsuk egy tapsal őket!